Úristen, egy szörny! Egy szörny! Nem! Nem, János, én vagyok az! Nem, nem te vagy az! De, én vagyok, Timi! Felragasztottam úgy, ahogy Karesz mondta, csak nem tépődik a cellux! Hú, Jézusom, na, nagyon megijedtem. Azt hittem, hogy a barnitószpré mellékhatása a halucináció. Nem, szépen lesültél. Na, csak az arcom meg a tenyerem. Hévizen voltam nyaralni. Ja, szép város. Ha, ezt neked hoztam, tessék. Jaj, biztos. Igen, a munkahelyeken ez így szokás. Hogy hozol a kollégáknak ajándékot. Igen? Igen. Én nem hoztam neked semmit. És másnap? Nem. Nálunk nem szokás ajándékot hozni, ha nyaralni megyünk. Timi, köszönöm szépen a képeslapot. Most jöttem rá, hogy ez a képeslap. Már hagyjál, itt van, tessék. Tessék! Szervusz, Elvirácska. Szervusz, János. Hogy telt a nyaralás? Köszönöm jól. Hoztam neked ajándékot Hévízre. Ó, igazán nagyon köszönöm. Én is hoztam valamit. Jaj, de jó. Tudod, hol jártam, János? Balatonkenesén a munkaügyi üdülőben. Úgyhogy lesz friss törülközőnk. Itt van egy fürdőköpeny is, aztán 6 pohár, a hamutartó, és végül... Köszönöm. Ezt mind nekem hoztad el, Virácska. Dehogy, ezek itt maradnak. A távirányítót meg hazaviszem, az enyémben lemerült az elem, és mi vagyok én, elektrotechnikus? Köszönöm magam és a kollégák nevében. Nagyon szívesen. És Elvirácska, hogy az idén is te mentél az üdülőbe, mert én még ugye sosem. És az a félnapos csapatépítő 2002-ben, a SMAFU? De be sem mehettünk az épületbe, csak a teraszon nőhettünk, mert azt mondtad, hogy behordanánk a homokot. Az állam tulajdonára vigyázni kell, és az üdülőben mindig csak az arra érdemesek mehetnek. És ezt nem te döntöd el véletlenül, Elvirácska? Ha én döntök is, János, jól döntök, és már ezzel is kiérdemlem, hogy én mehessek üdülni. Na persze. Na de hagyjuk ezt. Itt vannak ezek a törülközök. Vidd be szépen a női mosdóba, hetek óta nincs kéztörlő. De úgy akaszt fel, hogy a pecsét belőle essen, nehogy szó érje a ház elejét. Jó. Búváközpont. Foglalkoznak javítással is? Ja, csak ragasztással. Na, hajtam ma ott a neoprémúra, beagadt a cipzá. Hogy ismételjen meg? Nehogy felmeljék venni, balmok! Tehát tegnap délután Füreden, igen, nem akarom levágni, mert kölcsönzött. Igen, hát húzogassam a cipzát, nem most, jó? Én ráérek, megvárom, csak nyugodtan megvárom. Én húzogatom, de egyre jobban beizzadok tőle, nedves lesz mindenem, és már büdös is. Hát jó, akkor bemehetnék délután? Meddig vannak nyitva? 16:30. Jó, megyek, köszönöm. Mit akarsz? Hoztam neked ajándékot. Egy kanál. Egy hévízi díszkanál. Biztos hasznát veszed majd. Egy díszkanálnak? Ez valami célzás? Ha? Célzás arra, hogy majd kikanaladnak a búváruhámból, mi? Egy durva vicc? Ez most nagyon nem esik jól, János. Ez most kurvára nem esik jól. Ára, hogy nem akartalak megsérteni a díszkanállal. Húzz-e innen a francba! Mit mondtál? Azt, hogy húzz-e innen a francba! Igen, akkor jó halad. Tudod, mire jöttem rá? Hát, tudnám, nem kellett volna ide jönnöd. Erzsébet egy férfi prostituált szolgáltatásait vett igénybe. És? Nem volt bejelentve? Albi, ennél sokkal durvább dolgok is vannak. Például mi? Az emberiség a teljes elhidegülés útjára lépettél. Mindenkinek hoztam ajándékot, és még arra sem értetett senki, hogy megköszönje. Nekem is hoztál? Igen, igen. Tessék. Ó, hát köszönöm, Jancsi, ez gyönyörű. Én egész nyáron azon filoztam, hogy vegyek-e hévízi díszkanalat a neten. De ugye nem vettél? Nem. Hú, nagyon megijesztettél. Nekem túl sok lett volna ez a 270 forint. Hát megértem, én is szívtam kicsit a fogam.
De mondd meg, Albi, hogy lehetnek ennyire szívtelenek? Hogy? Az emberek csak magukra gondolnak. Nem borzasztó. Nekem a kollégáim olyanok, mintha testvéreim lennének a családom. Zavarok? Igen, igen, zavarsz. Vak vagy, nem látod, hogy Albival beszélgettünk? Jó, csak gondoltam, odaadom az ajándékot. Ezt tényleg nekem hoztad? Igen, és raktam bele néhány vadidegen számot is. Nem hiszem, hogy ismered őket, csak úgy kedvességből. Most viccelsz? Nekem nem hoztál semmit. Albi, nagyon örült a díszkanálnak. Meg gondoltam, az is jó időtöltés lesz, hogy Hollanda menüje. Igen, mindig is szerettem ezt a nyelvet, olyan, mint dallamos, olyan lágy. Köszi. Na. Én Hévízen voltam nyaralni, és csak a fejem volt kint a vízből, amikor strandfürdőztem. Meg a tenyered. Igen, mert így úsztam. Én a mesterséges barnitóra gyanakszom. Én ezt a vádaskodást, ezt nem hagynám, Johnny. Ajándékot hozol neki, és utána ezt kapod. Különben is. Ha akarja, szurok feketére és keheti magát temperával, ha végzi megfelelően a dolgát. És különben sem mindenki engedheti meg magának, hogy közpénzen egy munkaügyi üdülőben töltse a napjait. Minden évben egyedül az az illető. Van munkaügyi üdülőnk? Természetesen. És ki üdült ott idén? Arról már igazán szót sem szeretnék ejteni, hogy én... Mindenkinek hoztam ajándékot, de nem találtam viszonszásra. Bocsánat. Halló, igen. Menjek ki oda. Jó? Bocsánat, ki kell mennem. Jó napot kívánok! Jó napot, uram, ne haragudj, de értek kezdet van, most egyik kollégám sem tud segíteni. Megengedem nekem egy hívást? Persze, csak gyorsan. Na, megkérhetem, hogy fáradjon velem, ha nem haragszik. Miért? Ezt egy holland hölgytől lopták el, aki a másik készülékén követni tudja, hogy ez hol van. Ő jelentette, hogy ezen a címen keressük. Maguk ilyen dolgokat kiderítenek? Édesanyám telkéről 5 éve eltűnt egy kapálógép, és azóta semmi nem történt a feljelentésünkkel. Na, ez nem a mi dolgunk, majd a kapitányságon elmesélni. Na, mondd meg a többiek, hogy ártatlanul hurcolnak el. Lopásért veszük őrizetbe. Ártatlan vagy!